Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. U12-es tornát rendezett szombaton az Ajkai Óriások Jégkoron Klub elsőként erről láthatnak egy összeállítást. U12-es tornát rendeztek szombaton az Ajkai Óriások. Kiket láttak vendégül? Sziget-Szent Miklósról érkeztek a Szigeti Bikák, Veszprémből érkezett egy csapat, és még Szombathelyről a Szombathelyi Pingvinek. Milyennek értékeled az Ajkai Óriások mai játékát? Hát két meccset játszottunk. Az első mérkőzésen kicsit meg voltunk ijedve, nem is értettem a dolgot, hogy miért. Aztán a második meccs már nagyon jó volt, lőttünk két gólt az elején, utána felszabadultak a srácok, és igazából nagyon jól mentek mindent, amit kértünk tőlük, azt megcsináltak, úgy csinálták, ahogy szerettük volna. Úgyhogy a második meccsen már nagyon-nagyon elégedett vagyok, és büszke vagyok rájuk. Miben különbözik egy U12-es torna a korábbiaktól? Hát most sok mindenben nem különbözik. U12-ben igazából már nagy pályán játszanának a gyerekek 5-5 ellen, de mivel az országban sok ilyen kisméretű pálya van, ezért a szövetség kiírt most idén egy olyan bajnokságot az U12-eseknek, hogy ilyen kis pályán is lehetséges legyen nekik ez a bajnokság. Szóval 2x18 percet játszanak, és igazából ugyanazokkal a szabályokkal, mint U10-be és U8-ba. Mikor lesz a következő torna? Szombaton utazunk Szombathelyre, aztán vasárnap pedig itthon lesz egy U8-as torna Ajkán. Ebben az évben kerültél az Ajkai Óriásokhoz. Hogy érzed magad nálunk? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, ez egy igazán jó csapat. Igazából az edzői stábot is nagyon szeretem, mert a barátaimból állnak, így szerintem sikerült jól beilleszkednem ebbe a társaságba. Hogy látod, milyenek az ajkai gyerekek? Az ajkai gyerekek fejlődőképesek, nagyon szeretik az edzéseket, szeretnek korizni, megcsinálják, amit kérünk tőlük. Igazából mindent mindig folyamatosan járnak az edzésre, és ebből nincs probléma, tehát igazából minden rendben van velük. Melyik korosztályok tartoznak hozzád? Az U8, U10, illetve az U12-3-on csináljuk ugye az Olival, illetve a Gáborral, és nincs így megszabva, hogy melyik korosztály tartozik hozzám, mind a három korosztályban részt veszünk igazából. Hol játszottál, és milyen poszton korábban? Én Székesfehérvárról érkeztem, ott is játszottam, hátvéd voltam. Hát 12 évet játszottam jégkorongot, úgyhogy szerintem azért ez a poszt sikerült jól betöltenem. Milyen eredményeid voltak? Hát utánpótlásban ugye ifjúsági bajnok, illetve junior bajnok vagyok, illetve a MOL ligában, még amikor a Fehérvár külön csapatként indult, akkor háromszoros bajnok voltam.